Köszöntelek titeket, drága barátaim! Elérkeztünk a negyedik chapterhöz, a Shadow Warrior-ban. Szegény nőcit azért rendesen kicsinálták. Jaj, de durva ez a játék, jaj, nagyon gonosz. Jaj, megint hangulatos részhez érkeztünk. Japánt elég rendesen leamortizálták. Nem elég nekik az atomkatasztrófa, nem elég nekik a tsunami. Még eljöttek a ninja démonok vérengzen ide. De sehol se egy ellenség. Érdekes. Hát mindesetre lóvé az még mindig akad. Á, meg történik is. Jó, hát nagy baj nem lehet. Jaj, na, hogy mennyi cseresznyefa van errefelé? Kíváncsi lennék a valóságban is ennyire durva a helyzet. Mi pálinkát csinálhatnak ezek a cseresznyéből, te jó Isten. Na de. Hát ezek döglött démonok, igen. Egy semmi nincs. Hát én azért nem mit tudom, én helyenként ilyen csapdákat vagy valamiket azért csak elhelyeztem volna. Sokkal jobb lenne így a játék, mert például ide a kis fakba is beve, az mi a túró. Mi a ménykű az akármicsoda? Azt lő valami ízét. De fölfele. Jó, hogy ez ilyen izé. Aknavetőszerűen lövöldöd, értem. Ó, ez még páncélja is van, értem, értem. Akkor hogy fogom ezt megölni? Hát mondjuk, lehet lőni azt a páncélt. Hát ez elég gyengusz szörny volt. Ó, szét kéne ütni ezt a túrót. Ezt mondja, ez az, siker. Megint átjutottunk valami védelmi mezőn. Ó, és különböző teleportok nyílnak meg előttünk. Remélem ezek a fickók lesznek azok, ja? Hát kettővel is elbánok én. Inkább is remélem, a karda lett jobb lenne. De lehet, hogy már kettőnél több lesz. Ja igen, ez kettőnél többnek tűnik. Új. Ó, és ezek is be tudnak dühödni. Hát levágtam a karját, azt még itt amperkodik. Na de... Kár, hogy a lábát nem lehet levágni. Vagy le lehet? Mert le kéne tesztelni. Az a rossz ezekben a izékben, hogy mindig felé fordulnak a pajzsukkal. Hála a jó Istennek azért annyira nem hatásos. Ennek is levágtuk a karját, jó van. Azt ez ilyenkor mivel sebez? Na, kár vissza kéne vonulni, gyógyulgatni egy picit. Ó, hát azt ez meg itt jön utánam. Már majdnem megölt. Na, jó. Idáig jók vagyunk. Azt hittem, hogy jobban rájuk robban. Majd most. Ez az. Kis tűzi játék. Lehet, hogy idáig hülye voltam, mert használni kéne a terep tárgyakat is, igen. Na, fiú, gyere már, meg kéne pusztulnod. Na, azaz, ez végre legalább, azt lelőttem a fejét. Úristen. Na. Az a gáz, amikor így varázsolnak, akkor felemelik a páncélt, és akkor sebezhetőek, csak hát elég érdekesen kell lőni. Nagyjából a vakbelüket kell eltalálni, és akkor vagyunk jók. Másfél csillag. Hát nagyon szubcsi vagyok. Na de. Ó, és megnyílt az átjáró. Hú. Hát eddig nyugi van. Úgy nézem, nem erre kell menni. Oh, az ott mi? Már nem tudok bemenni. Eltollaszolták az utat a kocsikkal. Mocskos állatok. Arra se semmi. Ó, ott van valami mozgás, azok mik? Nem látok el odáig. Ezek emberek? Mi a manó? Ó, és gépfegyveres emberek. Aj. Ez az. Azért a nagy golyókat ők se szeretik. Na nézzük a kicsi golyókat. Hát úgy látom, egy darabig lehet ezeket is lőni. Baszt az eget. Sikerült kicsit leamortizálni ezt a kamiont is. Mivel lőnek ezek? Jó Isten! Na, ez meghalt. Ez is meghalt. Ez is meghalt. Jó, na. Szép lassan elkezdtek fogyatkozni. Jó.
Na haver. Amúgy ez a gyilpuska ez annyira nem májert fegyó. Legalábbis én úgy vettem észre, hogy nekem nem jött be. Hát ezt mindjárt megölít, te ne így maga. Vagy nem? Ó, és már jönnek a démonok. Ó, pedig vizsgálat volna baronyolok közéjük, akkor gondolom megindulnak a démonok, és akkor a emberek VS démonok plusz mindenki ellenem. De úgy lehet izgít lett volna. Váj, hajjál meg! Azt a kúva, imádom vagdalni ezeket. Na haver, ó, ennek a feje lelepült, ennek már a karja lerepült. Ott meg valami tűzi játék van. Gyere már! Úgy, úgy. Ez az. Tudtam én, hogy szeretitek ti ezt. Ez az. Ó, ez nekem fájt. Ah! Viszont ez tényleg nekem fájt. Azt mondjuk nem tudok átmenni, akkor erről kell menjek. Itt van ez a hülye jószág, vagyis ebből kettő. Ez az. Meglőttem megint a vakbelét. Ez az. Még egy vakbélelés. Hát mondjuk a kérdés az, hogy ebből mennyi kell beléjük. Mert sokáig nem akarok itt időzni. Hajj már meg! Hát ez lehet nem nyerő taktika. Ez. Próbálok egy kicsit oldalazni, mert azért annyira gyorsan nem tudják oldalt fordítani a pajst. És a pajsukat. Na? Majd próbálom ide csalni őket, hát akkor azt a holdót rájuk tudom robbantani. Az a gáz, hogy ez az aknavető, ez bárhová belő. És tényleg. Ez. Halljál meg! Ez nem akar ebbe se belehalni, hát mi van ezzel? Ez meg valami hőkövetős motó már. Mi a fuck? Hát nem sok mindent ér ez a nyílpuska. Az. Jó, hogy nem maradtam ott. Na, a zene az legalább jó. Ez az. Siker, na, végre egyet elintéztünk. Tudtam, hogy az a hordó jó lesz még. Na, haver. Ó, de nem, mert már megint kettő van. Akkor nem intéztük el? Lejött még egy? Á, kezdem megunni. Na, jó van. Ha így, akkor így. Na, hát már az elejétől kezdve ezt kellett volna csinálnom. Kell nekem itt óvatoskodni, hát ezt úgy feldaraboltam, mint annak a regje. Nesze, haver, jó van. Tudtam én, hogy szeretitek ki a kardrom pengéjét. Ájjjj. Hát úgy feldarabollak meg a dögről. Ennyi volt. Na, most volt ennyi. A francokat fogyatok már el. Hát ezek nem fognak el. Új. Azt most a csatornából ugrálnak elő. Na hát ezért már... Na mióta itt lövöldözlek titeket? Na, 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 gyertek, gyertek! Új, de szép volt, Istenem! Hát ez valami hihetetlen. Új. Na, fel is gyógyítottuk magunkat. De erre már semmi szükség, akkor mehetünk tovább, jó van. Végre rájött ennek is az ideje. A francokat, hát az még mindig ott van. Ezek nem akarnak megpusztulni véletlenül. A kúv anyádat, eredjél már innen. Na végre. Hát komolyan mondom. Ah, kettő és fél csillag, nem a javuló tendencia. Azt mondja, erre nem tudok menni, vagy tudok menni? Úgy látom, tudok menni erre felé is, jó. Hogy mi van itt? Ah, szerencse süti. Aha. 404-es hiba, nincsen szerencséd. Az jó. Na. Arra kell menni. Változatosság kedvéért megint egy hatalmas nagy szabad terület. A játéknak az egyik hibája amúgy, hogy csinálták volna egy kicsit nagyobbra is, mert a Sirius ember legalább az volt a jó, hogy akkora volt a térkép, hogy ott bőven lehetett mászkálni mindenhová. Itt meg azért ebbe ezt még nem igazán véltem felfedezni, hanem itt mindig csak ilyen szűk folyosókon kell
életben maradni, ahol nagyjából ilyen spártai módon, ilyen szűk szoroson keresztül próbálnak megpocsékolni minket a démonok. Hát mondjuk ez a cseresznyi és ez egész. Egész jó. Ja, azt megöltük jól, de nem hiszem, hogy csak ennyi volt. Ah, jön már a haverja. Oké. Ami mindig megakadok valamibe. Na? Hol a többi démon? Tudom, hogy itt vagytok. Mondom, tudom, hogy itt vagytok, kis kótya fittye. Hú, Istenem. Na? Hát az, ez az, fogjatok el szépen, fogjatok el! Annak már valami kaszája van. Biztos szántott. De a démonok azok mióta ugrálnak teleporton? Tiszta csillagkapu. Hát na jó, amíg ebbe a tempóba jöttök, addig nem gáz. Ó, már te kell lesz ide. Hát, az legalább ezek gyengék. Ó, már ki tudják védeni a ütésével. Ezt is kivédte, mi a manó? Ezek már valami level 2-es démonok. Na jó, azért még annyira nem májerek. Ó, két csillag, jó van. Jaj. De merre kéne itt menni? Ó, szemeteltek a démonok, a kúban nyugod. Még egy kis ember áldozat a változatosság kedvéért. Ó, na végre ez már legalább jól néz ki. Igen, egy ajtó. Vajon mi lesz az ajtó mögött? Tárulj, szezám! Ez az, nyílj ki! Egy folyosó. Ó, de zsír. Ja, ez nagyon baba. Észrevettétek, hogy pislákolt a zseblámpám? Akkor mi van, amikor elkezd pislákolni? Tudod, hogy van valami. Na, mindegy. Mondjuk meddig tartott, még ezt a millió gyertyát meggyújtották? Ez még az a kérdés. Így a nagy apokalipszis közepette azért volt erre idő. Ah. Tényleg meg is kéne nézni, mert már fejlődtünk valami túrókat, hogy azzal kéne kezdeni valamit. A szóval szumósnak legyen gatyája, jó lett. Szóval legyen neki feje lefelé szumós haverja. Meg legyen már rajta valami tetkó is, meg izé. Ó, ez már nagyon csinos. Jó van, tudok még valamit pakolni? Ez valami iszákos. Na hát. Hát ezek itt partiznak. Oké. Okay. Van szoknyája. Ah. Ez itt ópiumot szív. Ez majd bepisál. Ez egy gésa. Ezek megint is szumózik. Akkor jó. Hát ezért kinyitottunk egy ajtót, hogy utána még egy ajtót kinyissunk. Legalább azért az a dojo már kezd jó lenni. Oh, kaptunk páncélt, ebben jön is van. Van páncélunk. Ja! Na ide a blóvét. Úgy van. Még lóvé, jó. Egyszer kipróbálnék egy ilyen dojót, hogy milyen lehet benne létezni. Ó, oh, úgy látom megint valami gáton kell lesz átmenjünk. Na jó, lássunk hozzá. Ó, oh, Istenem, hol bujkáltok? Tudom, hogy itt vagy. Ó, oh, nézd, nem aranyos, hát ott fürdőzött a démon. Ennyi volt? Egy fürdőző démon miatt jöttem ide be? Hát nem, baj, legalább kira voltam. Mondjuk ilyen tárgyakból is egy kicsit többet is rakhattak volna, mit tudom én. Szerencsés sütin túlmenően is. Jaj.
Hát ez kajak csak egy darab démon volt. Mondjuk eléggé meleg lehet az a víz, ahogy nézem. Oh, mintha itt már jártam volna, nem? Na, menjünk karddal, az a leghatékonyabb. Ó, egy ilyen nyavaja. Na, hol a következő? Ó, itt van még egy. Juhú! Ez az. Tudtam, hogy mit mindig át lehet verni titeket. Ez. Halljál meg! De miért neked bukfenceznek már? Ah, mi az a hordó? Te jó Isten, most nézem, itt ilyen hordók is vannak. Szevasz! Ah, ez túl messze volt. Na jó, azon maradunk a kardnál. Ez. Na, hogy áll el? Egy seslikot csinálok belőled. Na mondom, nem hiszed el, te leszel a brassói. Oh. Egyre több van. És már tudom, miből készül a darátlöncs hús. Azt az ered, azt a kúva. Hát ez nekem fáj. Azt a... Hú, de kurva jó megvan ebbe a játékba csinálom. Hát ez még így kúszik. Jaj, szegény ki lehet a lelki. Elvérzett a démon. Ja, és tudtam, hogy a démonok el tudnak vérezni, amúgy. Ah, le kéne ide mennem. Na jó. Ah, ott az a mócsink. Na jó, szét kell várjuk akkor ezt is. De ilyen szép kulturális szobrokat megrongálni, tiszta vandálok vagyunk amúgy. Na jó. Ennyi volt. Tudtam én, hogy lesz még itt valami sunyiság. Ó, ott potyognak a démonok. De hogy kerültek a mocsár közepére robbanós hordók? Valaki árulja már el nekem. Ezt is megszabadulok ezektől a nyányoktól, mert ezeket nagyon gyűlölöm. Azok úgy is lassúak. Ez az, halljál meg, úgy. Te is meghalsz. De még jobban meg fogsz halni, új. Te el fogod kapni az ebolát, ez az. Sőt, már el is kaptad. Na, és akkor maradt ez a kettő világ mindenség. Gyerünk a hordó. Tacsér. Maradunk a kardnál. Hát az már nem tudott nekem hátat fordítani, ha? Hol a másik? Oj, gyere csak, gyere ide! Uhú! Hello! Szia! Mi újság? Ja, már szétvágtam darabjaira, akkor milyen hörög? Ó, oh, megint másfél csillag. Hát én komolyabb odom nem értem, hogy ez mi alapján megy. Valahol föl lehet itt menni, de hol? Ah, megvan. Wow. Ah, már megint egy ajtó. Megint egy dozsó. Csomó kard. Hát most nem fűdik senki. Már 130 az életerünk, most nézem. Ja, hogy beullokkoltam azokat a túrókat, biztos azok csinálták. Jajaj. Adjátok a muníciót. Na, végre valami izgalom, hol vagy? Ennyi? Kettő démon? Hát ez már megint milyen védelem? Repülő vad Kex Company. Na és most már el kell itt menni? Hát még ajtó se látok villogni, már most úgy megjegyzem. Azt mondja, hát itt erre nem, nem. Itt csak párnák vannak, meg ilyen hülye izék. Oké. Okay. Jó, itt sincs semmi.
Hát így lehet bántalmazni, de sok értelme nincsen, ahogy nézem. Ha, erre nem. Ott villog, de vak vagyok. Annyira királyok ezek az épületek, meg hogy így este van, meg a fények, meg minden. Nagyon durván jól néz ki. Kár, hogy ilyen szűk a pálya. Na, már megint egy műemlék. Hát ezt is gyorsan ki lehetett számítani. Hajjál meg, ujj! Állj, te is meghalsz. Állj! Ah, ott a hordó. Na, most próbáljuk meg oda csalni, de úgy, hogy jó is legyen. Fognak ezek felém jönni? Á, csak nem a hordó felé. Hogy lehet ez? Já, ezt tudjuk gurítani is. Á, maradjunk a kardnál, spórolok a lőszerrel. Á, ez az, hújjáci, azaz. Na, még szerencsé kicsit odébb mentem. Az még itt húhog. Saslik. Jó. Na, már 2,5 csillag, jó van. Ott a még egy műemlék. Ja, már igen, mert ott kell itt, azt hittem az külön lesz, de nem, most kettő volt egymás mellett. Ó, hát most már megint. Halljál meg. Véget lesz a csém. Úgy van. Mi? Ez valamilyen más lövedékek is repkednek itt körülöttem, vagy nem? Csak az a két démon ma? Ja, nem is kettő az a kettő, most nézem. Aha, ja igen, már ott vannak fönt, ez a légi démon. Jó, hogy akkor ezzel attól kéne megszabaduljunk, vagy nem? Á, nyírjuk ki ezt. Ez a kis madár amúgy se tud ártani. Állj. Na. Ott van. Ott van a ganaj. Ó, ezt ezek is be tudnak dühödni. Mi a manó? Ennyi. Hú. Á, és ott villog az ajtó. Jó van. Na, már 3,5 csillag, jó? Kezd alakulni. Nem erre, nem erre. Itt már voltam, igen. Oh, ez kell. Feltöltöttem magam HP-val. Amit házi pálinkával. Mi gyártja van itt is, te jó Isten. Tudnám, hogy ezek a lyukak itt mik. Azt hittem, hogy ide lesznek valami easter egg-ek, vagy valamik betéve, de semmi. Még egy ajtó. Oh. Pénz, fegyver, pénz. Annyi. Még egy ajtó. Meg még egy ajtó. Ha. Na, végre már valami sunyi hang. Ez az. Ennyi démon csak. Hát ez a fél fogamra nem elég. Ah. Ja, az végig ott kúszik. Halljál meg! Uj. Na? Oké. Ennyi. Nos, szerintem lassan a játék végéhez közeledünk, kedves hölgyeim és uraim, ez lett volna a Shadow Warrior 4. chapterje. Hát a dolgok jelenlegi állás szerint én azt veszem észre, hogy itt már több démon nincsen, úgyhogy már csak valami kijáratot kéne találnom. Hát remélem tetszett ez a rövidke kis epizód a játékból. Hamarosan találkozni fogunk a következő epizódban. Ó, és ott az ajtó, hú. Na. Már megint egy nagy szabad térre vagyunk, lehet mégis lesz még itt valami? Hello! Valaki? Ott még egy ajtó. Ja nem, na ez lesz a vége. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, a viszontlátásra, sziasztok!